Sziasztok! Az előző videómban az AIHIMA A70-es erősítővel ismerkedhettetek meg. Abból a videóból néhány részlet kimaradt, vagy azért, mert nem szerettem volna, ha túlságosan hosszúra nyúlik a vágott anyag, vagy azért, mert nem állt rendelkezésemre minden szükséges információ. Szóval ebben a videóban kizárólag arról lesz szó, hogy konkrétan hogyan tudtok műveleti erősítőt cserélni az A70-esben, és az általam kipróbált műveleti erősítőknek milyen hatása van az erősítő karakterére. A szóban forgó műveleti erősítők a gyári NE5532 mellett a Burson Audio V7 Classic és a Sparkos Labs SS3602-es dual műveleti erősítői, amelyek időközben megérkeztek a tesztflottámba. Kezdjük is rögtön azzal, hogy hogyan tudjuk szétszedni az A70-est. Ehhez először el kell távolítani a potméter sapkát és ki kell tekerni a potmétert az előlaphoz rögzítő anyát. Ezt erősen javasolt egy megfelelő méretű és mélységű dugókulccsal elvégezni, mert a csőrös fogó egyrészt lenyalhatja az anyacsavar éleit, másrészt ha véletlenül leúrik a csavarról, akkor végig szánthatja a dukkózást az előlapon. Hát én is csak addig szórakozom a fogóval, amíg egyszer ráfaragok. Összesen 6 belső kulcsnyílású imbuszcsavart kell eltávolítanunk ahhoz, hogy az erősítő paneljét kihúzhassuk a Unibody házból. 2 az erősítő alján a hűtőbordát rögzíti, amíg a másik 4 a hátlapot és az előlapot rögzíti a ház többi részéhez. Ha ezzel megvagyunk, akkor már csak ki kell tolnunk a panelt a házból. Ahhoz, hogy az opampokhoz hozzá tudjunk férni, az elő- és végerősítő paneleket szét kell választanunk. Ennek érdekében a hátlapot le kell csavaroznunk a csatlakozó ajzatokról. Ehhez is ugyanazt a 2-es imbusz csavarhúzót kell használnunk, viszont a csavarok menete más, mert azok itt ugye műanyagba vannak betekerve és nem fémbe. A rögzítésnél érdemes lesz majd őket óvatosan visszacsavarni, és nem szabad nagyon megtépni sem ezeket a csavarokat, nehogy tönkre menjen a menet a műanyag ajzatokban. Ha mind a 6-ot kitekertétek, akkor a hátlapot már le lehet forgatni az ajzatokról, és a 2 panelt könnyen szét lehet választani. Az AIHIMA mérnökei ezúttal könnyen hozzáférhető helyre tették a 2 műveleti erősítőt. Egy csőrös fogóval is ki lehet szedni őket a foglalatukból, de ha nem szeretnétek, hogy megsérüljenek az IC-k kivezetései, akkor érdemes egy IC kiszedő szerszámmal eltávolítani őket. Ahogyan azt már többször hangsúlyoztam, a mágikus füst és az anyázás elkerülése érdekében érdemes külön figyelmet szentelni annak, hogy melyik az opamp egyes kivezetése, amelyet például a Sparkos SS3602-es dual opampon elég bolondbiztos módon jelöltek. A foglalaton meg az U alakú bevágástól balra található az egyes kivezetés, amit az AIHIMA biztos, ami biztos még a nyáklapon is jelölt, tehát ennek a kettőnek egybe kell esnie. Érdemes könnyű kézzel bánni a behelyezésnél is az opampokkal, mert a lábai könnyen elgörbülhetnek vagy letörhetnek. Ezután nincs is más dolgunk, mint a szétszedéshez képest fordított sorrendben összeszerelni az erősítőt. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan viselkednek a különböző opampok ebben az erősítőben. Technikai szempontból mindhárom tökéletesen kompatibilis az A70-essel, az alapvető műszaki paramétereik megfelelnek az erősítő specifikációinak, gondolok itt például a tápfeszültségekre. Viszont mind a Burson V7 Classic, mind a Sparkos Labs SS3602-esnél egy határozott pattanó hang jön ki a hangsugárzókból kikapcsoláskor. Ez nem tapasztalható a gyári NE5532-esekkel, és Amir korábbi méréseiből is látszódik, hogy bekapcsoláskor egy nagyon minimális impulzus kerül ki a hangsugárzókra, amely maximum csak valami szuperérzékeny hangsugárzóból hallható, kikapcsoláskor meg gyakorlatilag semmi.
Na most a két általam próbált diszkrét opamppal bekapcsoláskor továbbra is ugyanaz a helyzet, mint a gyári alkatrészekkel, szóval közel semmi, ellenben kikapcsoláskor egy határozott pattanás hallatszik a hangsugárzókból. Hát csak találgatni tudok, hogy ennek mi lehet az oka, de valószínűleg a diszkrét opampokkal aszimmetrikusan esik le a kikapcsolt plusz-minusz tápfeszültség, és ez okoz némi anomáliát az erősítő kimenetén. A hangsugárzókat minden esetre ennyi nem veszélyezteti, de akit az ilyesmi zavar, az jó, ha tud erről a mellékhatásról. Fontos azt is megjegyezni, hogy a Burson V7 opampok A-osztályban működnek, tehát rendesen befűtenek az erősítőnek, amíg a Sparkos SS3602-essel azért sokkal hűvösebb marad a vas. És akkor essen szó a hangminőség változásáról, pontosabban a hangkarakter finom változásairól, mert igazából a hangminőség szempontjából egy ilyen alkatrész cseréje azért nem egy kvantumugrás. Persze hallani némi előrelépést a gyári opamphoz képest, valamivel több részlet hallható, és a hangszerek pozíciója is egy kicsivel jobban beazonosítható a térben. Továbbra is az XLR bemenet használata az, ami határozott erőlelépést jelent a korábbiakhoz képest, viszont a tonalitás szempontjából azért eléggé eltérő karakter a két opamp. A Burson V7 Classic kifejezetten lágy és puha mélyeket eredményez, úgyhogy a részletesség és a textúrája a mély hangoknak egy fikarcnyit sem romlik, és a középtartomány is kap egy adagot ebből a melegebb karakterből, amíg a magas hangok a megfelelő arányban vannak jelen. Ezzel szemben az SS3602-es sokkal gyorsabbá és agilisabbá teszi a mélyeket, például Lenny Kravitz Come on Get It című számának a lábdobja és a gitár döngölése olyan headbangelésre késztetett, hogy majdnem leestem a kanapéról. Hát, na jó, ez a szám bármilyen erősítővel kiadja nekem, de a Sparkos valahogy rá tud tenni erre egy lapáttal, és az ilyen stílusú zenéknek nagyon jót tesz, ha brutálisan megfogottak, de ugyanakkor erősek is a mély hangok. A középtartománya gyári opampokhoz hasonlóan a Sparkosszal is inkább transzparens marad, nem színezi, nem küldi a háttérbe vagy emeli ki, egyszerűen csak annyit ad és olyan részletességgel, amennyi kell. A magas tartomány itt is egészséges arányban szólal meg, és minden körülmények között megfelelően részletes marad. Bármelyik opampot is választjátok az Aihima A70-eshez, nem hiszem, hogy mellé nyúlhattok velük. Így, hogy ezúttal lehetőségem volt a Sparkos opampjaival is kipróbálnom ezt az erősítőt, az én ízlésem inkább feléjük húz. De természetesen mindenkinek magának kell eldönteni azt, hogy milyen irányba szeretné finom hangolni az erősítőjét. Őszintén remélem, hogy ez a videó hasznos segítség lesz ebben. Nos hát, ennyit szerettem volna hozzátenni a korábbi videómhoz, ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, illetve támogassátok a csatornámat, amennyiben ezt megtehetitek. Az ehhez szükséges infókat megtalálhatjátok a videó leírásában. Köszönöm a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.